ez itt az Insta Magazin Képes vagyok podcastja. Tabu témák, társadalmi szerepvállalás, korlátok átlépése, szakmai teljesítmények. Ismert emberek és hétköznapi hősök képes vagyok történeteibe és életébe nyújtunk betekintést hétről hétre, akiknek tettei és küldetése sokaknak adhatnak inspirációt és támogatást. A műsorvezető Alberti Petra Bianca. Lakatos Levente, többszörös aranykönyv író, podcaster, változatos, tabu beszélgetései megrázó és felemelő történetekbe, szélsőséges emberi sorsokba ad betekintést, ám most rajta a sor, hogy megnyíljon. Beszélgettünk az elfogadásról, másságról, stigmákról, szexualitásról a munkájában és a magánéletében, valamint a szórakoztató irodalom helyzetéről. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat! Ebben az adásban vendégem lakatos levente, akivel 2022-ben a képes vagyok diátató Gálán, a képes vagyok tenni az elfogadásért kategóriában találkozott, hiszen ő volt annak az évnek a nyertese. Uh, Igen. <gül> <gül> Nem hoztam <laughs> koffetit, kár, <laughs> Szórnám! Rég volt már, így kimondva, hogy 2022, de, de szerintem azóta sem csökkent a lelkesedésed. Azóta sem jelöltetek. Ez a megoldás a dolog. Azóta sem csökkent a lelkesedésed az iránt, hogy a saját podcastodban, a Levente klubjában is a diverzitást, a sokszínűséget, a megosztó, a tabu témákat behozd és bemutasd. Kicsit beszélgessünk arról, hogy hogyan is jött ez a misszió kvázi a te életedbe. Hát alapvetően ugye íróként apostrofálom magamat, és íróként is elég sokat foglalkoztam akár perifériára rekesztett emberek történeteivel, akár a, a, a meleg emberek történeteivel, de van olyan regényben a transzexuális, az egyik fontos szereplő, aki körül az egész történet zajlik. Tehát, hogy eléggé, eléggé, érdekelnek ezek a kicsikét perifériára rekesztett emberek történetei, és a podcastbe ezt ugyanúgy átültettem. Tehát, hogy ugye volt nálam több folyatékkal élő szereplő volt olyan, aki, akinek például az arcán tumor nőtt. kettő ilyen vendég is volt, aki ugye egy nagyon látványos kvázi fogyatékkal éli az életét, hiszen ez az embernek az arcát látjuk először, hogy találkozunk vele, tehát ez, ez ordít a, a, az illetőről érdekelt, hogy ők hogyan élik meg ezt a fajta kvázi hátrányt az életükben, de most például legutóbbi felvétel egy beszélgettem, akinek mind a két lábát levágta a vonat, és utána évitette fel a nyílt vízi úszó karrierjét. Tomi van szó, és ő például átúzta a Bosporuszt. Tehát, hogy elég, elég kemény és számomra is nehéznek tűnő, tehát én nem tudom megcsinálni ezt nyilvánvalóan felkészülés nélkül, olyan távokat úszott le, amik, amik, elképesztőek. Szóval, hogy érdekelnek ezek a történetek, és szerintem ezekből nagyon sokat lehet merítkezni az embereknek a saját életükre tekintettel, erőből és el, elszántságból. Említetted, hogy magadat íróként apostrofált, de azért újságíróként kezdted a pályádat, és gondolom abból is adódik ez a fajta kíváncsiság meg a történetmesélésre való nyitottságod mennyire érint meg, vagy mennyire nehéz, mikor mondjuk kifejezetten ezekre a perifériákra rekesztett embereknek a történetéről hallasz, meg amikor nem egyenlő, vagy akár teljesen negatív bánásmód éri őket, mennyire tud téged akár lehúzni ez? Megrendítők a történetek, de igazándiból ez, tehát hogy nagyon sok ilyenet találkoztam az életemben, és az ember egy idő után megedződik ezekkel kapcsolatban, tehát hogy, hogy azért van egy páncél, amit az embernek magára kell húzni, hogyha, hogyha kíváncsi ember és szeret a, a, többi embernek az életében járkálni, a gondolataiban ö, ö, lavírozni. Úgyhogy ilyen szempontból ö, nem annyira terhel meg. Volt egy beszélgetésem például egy olyan lányjal a podcastben, Akit élete során, gyerekkorától kezdve egészen a, a tini koráig, három férfi is molesztált. És ott uh, én nagyon rideg uh, voltam vele a podcast felvételem. És megkaptam a kommentekbe, hogy milyen érzéketlen vagyok. És ez nem érzéketlenség, hanem egyszerűen azt látom a, a hasonló történetekkel rendelkező embereknél, hogy a sajnálat azt, uh, az nagyon rosszul érinti őket. Tehát, hogy a, a sajnálattal nem érünk el semmit, sőt, őket hozzuk zavarba. Tehát, hogy mindenféleképpen kell valamiféle olyan, olyan ö, hétköznapiság az ilyen beszélgetéseknél, ami, ami, nem azt mutatja, hogy ők, ők ö, a hátrányukkal vagy az ő történetükkel lejjebb lennének tőlünk, tehát hogy sajnálkozni kéne rajtuk, hanem inkább azt, hogy meséljék a sztoriukat, a történetüket, az a segítsünk másoknak, de ők ugyanolyan értékes emberek, mint amilyenek mi vagyunk, és ez a valóságban is így van. Szóval, hogy van egyfajta, van egyfajta fal, amit azért rakok magam elé, hogy ne hasonlám annyira, Viszont ez azért nehéz, vagy ezt azért nehéz tartani, mert általában nem a tipikus kérdéseket teszem föl, hanem sokkal inkább érdekelnek a tipikus kérdések mögötti kérdések, a, a lélek válaszai. Például az előbb említett Tomiroki történetnél sok olyan kérdést tettem föl, amiket szerintem nem merne egy, egy ember egy hétköznapi találkozáskor megkérdezni egy fogyatékkal élőtől, mert, mert egyszerűen zavarban lenne, vagy nem vinné rá a lélek. Egy ilyen szituáció pedig azt megengedő, ezeket feltegyük, hiszen azért jön oda az ember beszélgetni, hogy az ő életéről, az ő gondolatairól, érzéseiről. Én pedig ezeket a lehetőséget kihasználom ilyen szempontból, és felteszem a kérdéseket. Nyilván, ha valakinek ezek kellemetlenek, kényelmetlenek, akkor egészen nyugodtan mondhatja a felvételre, hogy nem akar ezekre válaszolni. Vagy kivágjuk, vagy benne is hagyom, hogyha, hogyha nem kéri, hogy vágjuk ki, mert engem azt sem zavar, hogyha mondjuk rám szólnak, hogy ne turkáljak a, a szennyesben. Úgyhogy így próbálgatom a, a, az embereket megmutatni a nézőknek, a hallgatóknak, és lefejteni róluk a különböző rétegeket. Akár olyan másságról beszélünk, ami szemmel látható legyen szó egy tumorról, egy végtaghiányról, vagy akár olyan traumáról, amiről nem szívesen beszél az ember, ebben abszolút egyetértek, hogy a sajnálat az nem segít, sőt kontraproduktív tud lenni. És szerintem sokan vagyunk, akik keressük a megoldó kulcsot, hogy hogyan illik -e ehhez viszonyulni, hogyan illik -e erről beszélni. Szerintem a másik oldalról, akik ennek az elszenvedő vagy átélői, szerintem ők is jó, hogyha vannak olyan fórumok, ahol ők is elmondhatják, hogy mit éreznek, mit gondolnak, mert hogy hogy ez is sokat segít pontosan az elfogadásban, hogy hogy akár egy iskolai közegben, akár egy munkahelyen, akár bármilyen közösségben ehhez hogyan tudunk visszanyúlni. Mondd azt érdekesen, pont a Tomi Rokitól megkérdeztem, vagy ott ő mondta saját magától, hogy igazán a sajnálat az neki nem, hanem az, hogyha megkérdezik, hogy segíthetnek-e, az jól esik. De hogy általában ugye a fogyatékkal élő emberek már hosszú ideje élnek fogyatékkal, tehát hogy megvannak a metódusaik, a praktikáik arra, hogy hogyan oldjanak meg helyzeteket. Tehát általában nem kérnek segítséget, de az jól esik, hogyha megkérdezik, hogy segíthetünk -e nekik. Úgyhogy tegnap, amikor forgattuk ezt a beszélgetést, akkor pont ez történt, amikor végeztünk, akkor kérdeztem, hogy segíthetek-e, mondta, hogy nem, és igazándiból ugyanúgy kezeltük, mint a, mint a többi körülöttünk lévő épembert. Említetted, hogy hogy neked ez egy stratégia is, hogy néha falat húzol, és kicsit, ahogy te mondtad, hogy ridegebb vagy akár bizonyos témákban, de egyébként te mennyire, vagy honnan jön neked ez, hogy, hogy empatikus vagy, hogy érdekelnek ezeket? De nyilván van egy szakmai része is, mert hogy, hogy azért benne vagy egy ideje, már a médiában tudod, hogy mi az, ami jól működik, jól rezonál, szeretsz történeteket elmesélni, szeretsz olyan kérdéseket feltenni, amiket máshol nem tesznek fel de, de honnan eredesz, hogy, hogy te erre érzékeny vagy, meg szereted ezeket a történeteket kibontani? Most egy újságírónak mondok majd valamit, ami nem lesz szimpatikus szerintem, hogy az újságírás szerintem nem tesz szimpatikusabbá. A regényírás azzal tesz, mert a regényírás közben nagyon sokat töltesz a saját fejedben, a saját érzéseiddel, a saját gondolataiddal, mindent végigfutatsz magadon a regényírás közben, miközben egy fiktív karakterről írsz egy történetet, hiszen az az ember az nem létezik, azt neked kell alakítanod, neked kell kitalálni, sokat merítesz magadból a karakter megformálásánál és ezekkel a munkafolyamatokkal, amiket saját magamban végzek, a gondolataimmal rakom össze, hogy hogyan reagál erre, nem reagálhat így, mert egyébként az a problémája, ez volt a múltja, nem tudom, ez tett engem szerintem empatikussá nagyon a többi emberrel szemben. Illetve az, hogy valamilyen nekem a, az iskolában és is, a gimiben, meg az általános iskolában is valahogy volt egy ilyen segítő szándékom a, a háttérbe szorított emberekkel kapcsolatban, tehát hogy én általában velük voltam egyébként jóban, mert valahogy taszított, amikor valaki nagyban volt már a gimibentől. Nem tudom én, de nem a foci csapattal barátkoztam, hanem, a, hanem akkor azokkal, akiket az, a foci csapat kiközösített. Annak ellenére, hogy én nem voltam feltétlenül kiközösített, vagy nem voltam, nem voltam perifériára szorított ember. Úgyhogy ilyen szempontból innen jön. Ráadásul én gimiben, olyan gimiben jártam, ami színjátszó volt, tehát a drámat jártam, a Vörösmartymiágy gimnáziumban, ahol azért válogatottan bolond emberek voltak az osztályunkban, tehát, hogy aki, aki drámára jár, az nyilvánvalóan egy ilyen művészi vénával van megáldva, egy picikét talán érzékenyebb a külvilágra, máshogy reagálunk, intenzívebben reagálunk, tehát, hogy ez a közeg is hatással volt rám. Úgyhogy innen jöttem, ez így valahogy így rám, rám, ragadt, és mondom, a karakterépítés szerintem az, ami ezt teljesen ki, ki tudta csiszolni az én életemben. Szívesen megnyílnak neked vendégek? Vagy, vagy ezért nehezen tudod őket kibontani, vagy van, van egy olyan kisugárzásod, ami, ami könnyen megnyitja őket? Azt szokták mondani, hogy van egy ilyen skillem, hogy valahogy az ember nekem megnyílik. Ez a való életben is látszik egyébként, tehát amikor volt egy story, nem akarom így nagyon beazonosítani, hogy kiről volt szó, voltam egy helyen, ott várnom kellett, és az illető, aki kvázi azért fatott, hogy engem ott szórakoztassa, még várunk, beszélgettünk, és nagyjából fél óra múlva meg tudtam, hogy helyen volt. Tehát, hogy, hogy ilyen szinten engednek be mélyen az emberek a, az életükbe, ami nyilván néha teher is, mert, mert ezeknek a beszélgetéseknek megvan a helye, meg a formája a podcastben, és a való életben azért az ember szeret, ti valahogy így ezektől eltávolítani saját magát, és próbál úgy élni az, próbálja úgy élni az életét, hogy, hogy ne mindig kapja ezeket a, a, a nem tudom, más emberek problémáiból az adagot, mert ezt viszont nagyon nehéz kordában tartani, hogy hogyan kezeld. Amikor kvázi munkaszituáció van, tehát úgy beszélgetsz, hogy az, hogy az egy előre megbeszélt helyzet, előre megbeszélt körülmények között, akkor tudod ezt a falat tartani, a magánéletben nem annyira lehet ezt tartani. Tehát az a fajta olyan negatív energia, vagy az a fajta energia, mondjuk csak így, hogy energia, ami hat rád, azt nagyon nehéz nagyon nehéz helyén kezelni. Ezt meg kellett például tanulnom az életemben, és elég későn kellett megtanulnom az életemben, hogy ne hagyjam azt, hogy más emberek energiája rám hasson, és engem lehúzzon. Tehát, hogy volt olyan helyzet az életemben, amikor oda mentem egy tévéműsor forgatásra, tök jó kedvel, ott viháncolni kellett volna, poénkodni kellett volna, és a műsorvezetőnek a személye annyira, annyira lehúzó volt, negatív volt, hogy az egész csapatra rányomta a bélyegét, és a békafenek alá kerültünk. Szóval ezeket nem szabad hagyni az embernek, hogy ezek a fajta ilyen negatív, vagy ilyen lehúzó energiák, ezek befolyásolják a, a, az életét. Főleg, hogyha mondjuk egy tartalmat gyárt, és, és abból kell egy mozgóképes végterméket a közönség elé tárni, nem szabad hagyni, hogy, hogy, hogy ez megtörténjen, de mondom, ez elég későn tanultam meg. Tehát érdekes, mert 38 éves vagyok a felvételhetén, nem tudom, mikor fog ez kikerülni, de hogy most vasárnap leszek 38 éves, és nagyon sok olyan dolog van, amit mostanában tanulok meg az életből. Tehát hiába gondoltam magamról azt, hogy, hogy viszonylag kész vagyok, és épp vagyok, és teljes vagyok. Nagyon sok mindenre most eszmélek rá, hogy belecsöppenek olyan szituációkba, amik, amik idegenek voltak eddig, vagy legalábbis csak kívülről láttam magamat. Az is fura egyébként, mert az írás az engem eléggé elszeparált a külvilágtól a regényírás. Tehát én tíz évig egy asztal mögött ültem nagyjából, és írogattam a regényeimet, meg a social médiát kezeltem, de hogy mindegyik távol volt a valós emberi kapcsolatoktól. És most, hogy picikét elkezdtem szocializálódni, így egy csomó olyan emberi kapcsolat, vagy olyan emberi viszonyra kell ráeszmélem, amik nekem kimaradtak az életemből. mert hiába dolgoztam újságíróként a médiában, voltam kvázi a terméken belül középvezető, tehát egy irányítottam embereket, meg foglalkoztam emberekkel, valahogy ez a tíz év ez annyira, annyira távol vitt a, a, kapcsolatoktól, hogy újra meg kell tanulnom emberekkel kommunikálni. És a podcast erre egyébként tök jó. Sokszor alábecsülöm magam egyébként, amikor készül a podcast, tehát hogy sokszor szerintem jobban izgulok a vendégtől, mint, mint amennyire ő izgult tőlem, pedig azért van-e valamiféle respekt felém a vendégektől? Tehát azt látom, hogy, hogy azért így, aki jön hozzám, az eléggé feszülten érkezik, mert hogy, mert hogy nekik ez jelent már valamit. És ez egyrészt jó érzés, másrészt viszont egy olyan meló, amivel, amivel meg kell küzdenem egy felvétel előtt, hogy az ember, akivel beszélgetek, az ne feszülten üljön előttem, hanem legyen egy nyitottsága. Úgyhogy azért a podcast ilyen rövid idő alatt ekkorává tudta kinőni magát, ez, ez teher is. Tehát, hogy nem, csak, nem csak, egy olyan érdem, ami, ami tök jó, és akkor villogjunk vele, flexeljünk vele, hanem hoz magával olyan, olyan kihívásokat, amire nem is gondol az ember kívülről nézve, hogy ezzel meg kell küzdeni. Mondom például az, hogy a vendéget le kell lazítani, mert feszülten érkezik meg, hiszen ez neki egy nagy szó, hogy eljött hozzám beszélgetni, ami hát az én szemszögemből nevetséges, mert hát mi lenne ez nagy szó, hát tök jól beszélgettünk egymással, de hogy neki megjelent valamit. És te hogy érkeztél ide, te feszülten jöttél? -e? Már ismerik egymást egy jó ideje, de de azért most akasztják a hóhért. Mégis egy podcastban vagyunk, és most én kérdezlek téged, szóval mennyire volt benned akár izgalom, akár feszültség? Most azt kell mondani, hogy nem volt. Nem, nem, nem. Nem. Érdekel, nem, hogy, nem, nem, hogy nem, nem, volt. Az a helyzet, benned. hogy a, szereplések kapcsolatban nekem volt egy időszak, amikor nagyon feszült voltam mindig. Tehát, ugye ez így engem vonzott, meg szerettem volna szerepelni, meg mutatni magamat, meg nem tudom micsoda. De hogy mindig volt valami ilyenfajta fajta feszültség bennem, hogy úristen, a szerepelni kell, nem tudom, micsoda. És, egy tévéműsorban szerepeltem tavaly nyáron, ugye tavaly télen került a képernyőre, ez a Farm VIP volt, és, és ott olyan szinten lelazultam az állandó kamera jelenléttől, hogy nincs bennem semmilyen feszültség már. Nagyon sokat, tehát hogy hülyén hangzik, hogy egy valóságsóról ezt mondom, de hogy, hogy nagyon sokat fejlesztett rajtam, és nem csak a szereplés tekintetében, emberileg is egyébként sokat fejlesztett rajtam. Úgyhogy ezt a fajta ilyen feszengést én elengedtem valamennyire. Tehát nyilván, hogyha mondjuk olyan olyan helyre kéne mennem, amin a sorsom múlik, tehát hogy mondjuk egy munka, vagy a, a jövőn, vagy nem tudom, ilyen, egy olyan feladatra castingolnak mondjuk, ami egy műsornak a levezetése, egy hosszú távú melló, akkor nyilván benne a nafenekemben a a borsó, borsó, azt szokták mondani, zab, zab, igen, zab, benne lenne a fenekemben. Na, lehet, behogy, amit, Bármi lehet a fenekem. Szóval, hogy, hogy akkor az nyilván feszítene, meg, meg, zavarba ejtene, de hogy beszélgetéseknél ez nincsen. Tehát én simán beszélgetek, meg nincs semmiféle olyan gátlás bennem, ami, ez, ami ezt megakadályozna. Benned van? Bennem nincs képzelés. De én kell átveszem az irányítást. tudod. – soha nem is volt. Ezt, ezt, ezt nem tudom, óvodáskoromtól kezdve így hoztam magam. Szeret egy, szeretek szerepelni, és sosem voltam zavarba, bármennyi ember előtt kell beszélni, az áldás és átok is egyben. De most nem rólam beszélünk, viszont hogyha nem a kamerák előtt, akkor egyébként a magánéletben te feszengős vagy szorongós személyiség vagy? Vagy voltál? Pff, egyébként igen. Tehát annak ellenére, hogy egy drámatakozatra jártam például, annak ellenére azért nekem van egy ilyen feszengésem, és ez még a, a, az elemi iskolából való, én kövérkés gyerek voltam, és valahogy az, hogy én egy ilyen, nem voltam egy ilyen rossz gyerek, hanem egy jobb gyerek voltam, és egy ilyen megfelelni vágyó gyerek voltam. Ezért nagyon sok olyan szituáció volt, amikor engem mondjuk kinevettek, amikor felelni kellett, vagy mondjuk volt én az iskolában, hogy az énekkorán fel kellett állni egyenként és énekelni kellett. Mennyire kegyetlen ez a hát, módszer? És hogyha nincsen jó hangod, nincsen jó hallásod, akkor kirőgnek a többiek. És ez mind-mind, ez a fajta ilyen élmény hozta azt, hogy hogy az én beszédem az egy kicsit beszorult. Tehát, hogy egyrészt nem artikuláltam azért, hogy ne hallják, amit mondok, vagy hogy ne értsék, amit mondok, ne lehessen rajta röhögni. Gyorsan beszéltem, hogy minél előbb túl legyek rajta az, amit el akarok mondani. Halkan beszéltem, szintén azért, hogy ne hallják, amit akarok mondani. Ez a három pedig hát gyilkos, hogyha az ember mondjuk így podcastet akar gyártani, vagy beszélgetés műsort akar gyártani. Tehát, hogy, hogy ez mind, mindig, és mondom, annak ellenére, hogy jártam drámatokozatra, ezek valahogy így bennem maradtak és, és feszítettek, és ezen próbálok túllendülni a mai napig. Tehát, hogy járok beszéltechnika órára, hogy ezt ö, kompenzáljuk ezeket a dolgokat, de amik 38 éven keresztül az emberek beleívódtak szokások, azokat nagyon néz átalakítani. És jelbe próbálok figyelni. A figyelés az még be, beszorítja azt, hogy akkor mennyire legyek spontán beszélgetésben, mennyire tudjak a, a válaszra fókuszálni, mennyire tudjak őszinte lenni, hiszen közben arra figyelek, hogy hogyan kell kimondanom a szavakat, és hogyan kéne tagolnom a szavakat. Úgyhogy ez így már kezd összeállni egyfajta ilyen, egy ilyen masszává próbálok már, már ezeken a dolgokon így, így tapasztalatból túl lendülni, de ezek mindig vannak. És vannak a saját podcastem felvételek közben is. Tehát ott is egy csomószor feszengek, hogyha gyorsan akarok mondani valamit, akkor próbálom lassítani magamat, próbálom a kérdést úgy feltenni, hogy az érthető legyen. És egyébként soha nem jött olyan komment, hogy nem érthető a podcastem, vagy hogy, vagy hogy hadarnék, vagy ilyesmi. De amikor én vágom meg a podcastemet, mert én vágom a podcastemet, akkor, akkor én magamnak csinálom a saját teszt. Tehát, hogy saját magamat kezdem ostorozni, az ember magát bántja a legjobban. Tehát ezt hogy tudjuk, hogy, hogy, magunkat tudjuk a legjobban bántani. És néha a fejemet verném bele az asztalba, tólt, hogy egyrészt hogyan beszélek, másrészt ezt a kérdést miért nem tettem föl, amikor tök adekvát volt ezt a kérdést feltenni. Tehát, hogy, hogy az eléggé rendesen ostorozom magamat. El kell saját magad fogadni, tudom, fogadd el, és képes vagy elfogadni saját magadat. Kérdezz egy ilyen kategóriát. Jó, jó. <laughs> És említetted, hogy Duci kisfiú voltál, és tudom, hogy az évek alatt azért nagyon sokat dolgoztál, meg dolgozol folyamatosan az a jó formában, vagy, egyébként tök jó formában vagy, de... Most nem, te de, köszönöm, igen. De, de tudom, hogy, hogy ezzel tényleg azért neked ez egy ilyen on and off munka, hogy ezzel, ezzel foglalkoznod kell. Nyilván magad miatt is, meg az egészséged miatt is egyértelmű, de ahogy te is mondtad, hogy, hogy torozás, meg ahogy így analizálod magadat, akkor, akkor azért elég erőteljesen érdekel, hogy mit gondolnak rólad mások. És <laughs> meg, hogy mit, vagy hogy a kommentekben visszajeleztek-e arra, hogy, hogy mit hogy csináltál a podcastban, hogy akkor ez így jellemző rád, hogy ezt így érlelgeted, hogy mit gondolnak rólad mások, akiket ismert, vagy akár azok, akiket nem ismert. Mindig azt mondtam, hogy nem, aztán rájöttem, hogy de. E, és pont a farm adásba kerülése volt az, amikor teljesen leengedtem azt, hogy mit gondolnak rólam mások. Tehát képzeld el, hogy volt, meg a, van egy könyvem ugye Kiara Lord -ról, a Kiara Lordról, aki az escort munkáiról mesél az én könyvemben, amit ugye róla írtam. És a könyv kapcsán jött egy komment a Facebook oldalamra, és ezzel párhuzamosan egy Reddit poszt is született ezzel a könyvvel kapcsolatban. És láttam, hogy a Reddit felhasználónak a kommentje megjelent a Facebook oldalnak a kommentjei között. És be tudtam azonosítani az illetőt. És abban a pillanatban, hogy arcot kapott a kommentelő a Redditen, és láttam, hogy ő ő milyen típusú ember, milyen környezetben él, és látom azt, hogy nagyjából az egyetlen szórakozása az, hogy másoknak a, a orral lebörgeli a véleményét, mert a, a saját élete az szürkének tűnt nekem kívülről. Ebben a pillanatban helyére tettem azt, hogy kik kommentálnak, és kik azok, akik ezeket a kommenteket megfogalmazzák. És valahogy ezzel együtt elengedtem ezt a részét, hogy, hogy akkor hallgassak a kommentekre azokra hallgatok, akik a közeli barátaim, azokra sem mindig, mert az életemnek volt egy olyan része, elég hosszú része, amikor egy hozzám közel álló ismerősnek a véleményére nagyon adtam, és az engem teljesen beszorított. Tehát, hogy én egy olyan fiatal srác voltam, aki kereste a lehetőségeket, neki ment különböző lehetőségeknek, akkor is, hogyha mondjuk így esélytelennek tűntek. Sok esetben egyébként ezek az esélytelen szituációk hoztak nagy előrelépéseket az életemben. Tehát, hogy mégis volt rá lehetőség meg kell próbálni, hogy azt mondják, hogy nem, legfeljebb azt mondják, hogy most nem, legfeljebb azt mondják, hogy figyelj, kicsit fejlődj ebben, abban, abban. De ha nem próbáljuk, akkor soha nem tudjuk, hogy ez megtörténhet-e, vagy nem. Ez ilyen bullshitnek hangzik, de így van, ezt tapasztaltam a fiatal koromban. És, és, amikor átmentem az írás területére, akkor jött egy nagyon szoros barátság az életemben, aki egyébként a könyvpiacon már nagyon, vagy már régebb óta is aktívan jelen volt, és nagyon hallgattam az ő véleményére, és egyébként tök jót akart, és tök jókat mondott, és, és a javamat akarta szolgálni, hogy valahogy azzal, hogy én teljesen alárendelődtem az ő véleményének, az ő meglátásainak, saját magamat szorítottam egyfajta ilyen stresszbe, vagy egy ilyen satuba. És, és együtt is dolgoztunk, és amikor elváltunk egymástól a munka szempontjából, akkor jött egy ilyen nagy levegőt vehettem érzés, és szégyellem magam, amiért hagytam, hogy, hogy ez így engem benyomjon abban az időszakban. És mondom ezt úgy, hogy tényleg ő nem, tehát nem akart nekem rosszat, ő nem akart, nem akart toxikus lenni az életemben, hanem azt, hogy én ezt hagytam, hogy ennyire hatással legyen a véleménye, azzal saját magam, a picit ellehetetlenítettem, vagy legalábbis, vagy legalábbis a, tehát hogy be kell pótolnom azokat az éveket, amikor én, én, nem tettem meg olyan lépéseket, amiket meg kellett volna tennem a karrierem érdekében, az előrejutásom érdekében. Ezeket meg kell lépnem, és kicsit úgy érzem, mint amikor valaki egy barlangban élt mondjuk tíz évig, és utána kikerül, és az, az a világi jelmen mellette, ő nem, 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 lépett helyzetekben, és most be kell pótolnia. Lehet, hogy azért van egyébként az, hogy, hogy sok esetben nem 38 évesen viselkedem, hanem hanem egy ilyen fiatalosabb lendülettel viselkedem, nem is érzem magam 38 évesnek egyáltalán, tehát hogy nincs egy ilyen belső óra, hogy akkor figyelj, ne csináld ezt, ez már komolytalan, ez nem lesz jó, hanem, hanem egyszerűen ösztönből cselekszem. Kicsit ilyen szétszólt válasz volt ez, nem? Nem, szerintem nem. nem. Pont említetted azt is, hogy a podcastban szívesen megnyílnak a vendégeid, és van olyan, aki hagyja, hogy kicsit a szennyesben E, turkáj, vagy hogy arra is kitérjétek, viszont mi a helyzet a Mert hogy szerintem tényleg az, hogy, hogy 17 éves korod óta újságírás, e, számtalan könyvet írtál, tévéképernyőn is szerepelsz, e, e, nagyon népszerű podcast műsorod van, de azért úgy testvérek között is be kell, hogy valljuk, hogy azért bizonyos keveset adsz magadból vagy pontosabban nagyon meg van határozva, hogy miből és mennyit adsz, és, és kicsit az az érzésem, hogy, hogy ezt a, azt a szennyest, azt ilyen, ügy, ügyes szennyes kosárban Az tartom. a helyzet, hogy nincsen szennyes, tehát ezt én sok, tök sokszor elmondom, hogy én egyedül élek például, tehát hogy már évek óta egyedül élek, és nincs párkapcsolatom, és nem azért nem beszélek róla, mert hogy titkolnám, vagy rejtegetném, hanem nincs konkrétan. Tehát, hogy az én életem az sokkal inkább fókuszált a saját dolgaimra. És lehet, hogy a túlzásba is ezzel, de mindenkinek azt szoktam mondani, hogy addig az ember nem is tud szerintem boldogan élni, ameddig saját magával nincsen rendben, és saját magával nincs egyensúlyban. Az egy másik dolog, hogy én Emellett nagyon munkaorientált vagyok, tehát hogy, hogy, az én munkám ráadásul nem egy klasszik 8 órás munka, hogy bemegyek reggel 8 és az, amelyik délután 4 az 8 óra. Azt hiszem, igen. Tehát, hogy, hogy nem, nem ízelik az életem, hanem nagyon össze-vissza e, írni. Például éjjel írok regényeket, mert akkor van nyugi körülöttem például. Tehát, hogy, hogy, valahogy nem tudom az életembe bele a párkapcsolatot, és nincs az életemben vagy a, vagy a látómezőben olyan ember, akire azt tudnám mondani, hogy Hmm, most vele így összejönnek, és kipróbálnám, hogy milyen együtt élni, vagy hogy most ő akkor hatással van rám, hogy, 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 megbolonduljak tőle. Pont az egyik istaposztomban írtam ilyen öt random tény magamról, az ötödik tény az volt, hogy én ilyen nagyon rajongó típus vagyok a párkapcsolatban, ami egyébként sok embernek riasztó, mert nem ezt várják tőlem a külsőségek miatt, meg a, meg a, a rólam alkotott kép miatt egy ilyen arrogáns szemétládát várnak, hogy nem tudom, aki leszarja a másikat. Én nem vagyok ilyen, én rajongó típus vagyok, és ezt is szeretem. Tehát, ha valaki, valaki ér oda vagyok, akkor azért rajongok tiszta szívemből, és, és, és mindent megteszek érte, keresem a lehetőséget, hogyan tegyen boldoggá. Viszont ezt nem látom, hogy kiérdemelné meg most a, 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 abból a környezetből, amit ilyen, amire én rálátok. Tehát, hogy nincs olyan fajta hatás felém, ami ami ezt hozná, és nem azt mondom, hogy így zárkozom a párkapcsolatok elől, nem feltétlenül keresek lehetőséget erre, de nem, nem zárkózom el attól, hogyha jön velem szembe egy olyan ember, akire azt mondom, hogy Úristen, most akkor vele, akkor az működik. Ráadásul most az lehet, hogy egy ilyen nem pozitív, amit mondok, de én eléggé Nekem eléggé fontos a külsőség egy párkapcsolatnál. Tehát, egy olyan emberrel tudok csak együtt lenni, akkor azt mondom, Úristen, de gyönyörű, izé, vele akarok ébredni, és reggel rá akarok nézni, amikor felkelek. Ehm, igen, sem nagyon van, ami így összepasszolna, és lehet, hogy túlságosan magasak az igényeim, vagy nagy igényeket támasztok a, a, ebben a kérdéskörben, de nincs most olyan, aki. És már, régóta nincs egyébként olyan, aki azt nem mondani, hogy akkor oké, okay, mi butorozzunk össze, és éljünk együtt, és nem tudom, hogy szerelemben. Pontosan mióta? Mennyire régóta? Hát próbálkozás egyébként volt tavaly előtti nyáron, egy rövidebb történet, de előtt az évekig nem nagyon volt dolog. Egyébként érdekes, mert a, mennyire belemegyünk, a szexualitás tekintetében is egyébként az van, hogy ha van valaki, akire rá tudok adtani, akkor így éjjel-nappal történik a dolog, de egyébként még nincs valahogy rá, hogy feltétlenül igényem arra, hogy akkor én most itt vadásszak és, és, és hódítsak. Valahogy így ebből meg kinőttem. Tehát, hogy, hogy nincs az a fajta ilyen nem tudom, ilyen hatalmas nagy vadászási ösztönben nem már, hogy akkor így minden este mást és nem tudom micsoda. Tehát, hogy ez valahogy így a libidom is lecsökkent, úgyhogy lehet, hogy ez is az oka, hogy nem nagyon keresek olyat, aki így fixen lehet mellettem. Arról már korábban is beszéltél, hogy szeretsz egyedül lenni, meg hogy nincs egy ilyen szerelem rögeszmét, hogy csak azért legyél párkapcsolatban, hogy ne legyél egyedül. Viszont az is egy érdekes kérdés, hogy az imidzsednek, amúgy ez így jól áll vagy jót tesz, mert ugye én azt gondolnám, hogy amúgy igen, mert hogy nagyon sok női rajongód van, női olvasótábor, nem csak nők, de hogy, hogy van egy nagy női olvasótábor, akinek talán még egy ilyen izgis dolog is, hogy hú, egy jó képű szingli. Ezt nem érzed, hogy kicsit így hozzá, hozzá segít, hát, fiat, nem csinál. tudom, mennyire látják ezt normálisnak, hogy aki 38 évesen egyedül van, tudod, hiába, nem tudom, jó képi, meg szebb az ördögnél egy fokkal, meg hogy, ezért, meg sikeres, de hogy, hogy, szerintem azért ez egy ilyen red flag nem? Tehát ugye az embereknél, hogy valaki 38 éves, és tulajdonképpen soha nem láttak mellette senkit, aki, aki, akivel így összebútorozott volna, vagy így konkrétan így komolyabban együtt lett volna. Ezért egyébként az történik, hogy konkrétan mindenkivel összehoznak, így a kommentekben, aki jár nálam podcastben, vagy a Kiara aki akivel tök jobb barátságban lettünk egymással a podcastó, tehát konkrétan naponta, nem tudom én, mindeketten 20 kérdést kapunk, hogy vagy együtt vagyunk-e, vagy nem vagyunk -e együtt. Tehát, hogy, hogy próbálok összeboronálni különböző emberekkel a, a követőim, meg a, meg a, figyelőim, de hát mellélőnek, mert nincs senki, aki, aki így a szívemet korlította volna. A könyveidben azért elég erőteljesen jelen van a szexualitás, a szexualitással kapcsolatos sokszínűség és nyitottság, és erről úgy látszik, hogy nagyon könnyedén írsz, meg könnyedén beszélsz erről a témáról, de, de például ahogy említetted, most, most például pont kitértél rá, hogy így, nem vagy így a libidod megszállottja, de hogy, hogy maga a te ö, szexualitásodról, te például ugyanolyan kötetlenül tudsz beszélni, mint ahogy egyébként a könyvben ö, kötetlenül adod ezt a karaktereid testébe, meg, meg, ö, meg mondataiba. Hát figyelj, egy csomó helyzet a könyvekből azért a saját életemből merítkezik, tehát hogy én ott nem feltétlenül találok ki mindent nulláról, hanem azért belépítem a saját dolgaimat is. Igazán egyébként engem nagyon zavar az, amikor azt látom, hogy fiatalabb fiúk, vagy egy velem egykorúbb fiúk nagyon farok vezéreltek. Engem ez például nagyon lehoz az életről, mert hogy én ezt nem látom, hát amennyire emberi, annyi látom ezt állatinak egyébként, ezt a fajta viselkedést. Tehát, hogy a, az ember azért dönt ösztönből is nyilvánvalóan, meg, meg cselekszik ösztönből is, de ez az agyunk azért van, hogy gondolkozzunk vele, és picit rágjuk át, hogy mi történik. Éket, az, hogy nekem a fiatalkorom azért szintén kvázi farok tentelt, de mondjuk így a 20-as év elejéig bezárólag, tehát ugye a kicsikét így lezártam, és pont egyébként a, az én pofonom egy nemi betegség volt, egy HPV betegség volt, ami, ami ott a libidomat eléggé lecsökkentette, és utána nem nagyon kerestem a lehetőséget, hogy akkor újra összeszedjek valami ilyesmit, ráadásul a HPV nagyon hosszú ideig kezelendő történet, és én fertőztem is meg valakit HPV-vel, tehát az egy másik lelki nyomás volt, amit nekem el kellett viselnem. Úgyhogy ez lecsökkentette a libidomat, aztán visszajött egyébként, tehát nincs vele semmi gond. De hogy ez egy olyan pofon volt, ami, ami azt mutatja nekem, hogy nem a szex körül forog minden. És, és tök nyugodtan lehet olyan kapcsolatokat kialakítani emberekkel, amik, amik szexről szólnak, de hogy akkor is vigyázni kell egymásra azokban a szituációkban. Tehát én például nem igazán tudom elképzelni, hogy mondjuk egy ilyen egyészakás kalandba gumi nélkül menjek bele és azt látom, hogy a mai fiatalság konkrétan nem nagyon használ gumit. Tehát, hogy, hogy ugyanúgy, ugyanúgy tombolnak és csinálják, nem tanulva az elődök történeteiből, és jelva beszélek most neked például erről a témáról, vagy poszolok az Instagram oldalamra, vagy poszolok bárhova, vagy beszélek a podcastemben, ami betegségekről, amit egyébként nagyon sokan néztek meg. Azt tapasztalom, és azokat a sztorikat hallom, hogy ugyanúgy csinálják guminélkül a dolgot, amikor a HP-t elkaptam, akkor a hp mi is beszéltek az emberek egyáltalán. Tehát, hogy az egy ilyen nem ismert, vagy egy ilyen, vagy egy ilyen nem kommunikált betegség volt. Meg minden nemi betegség az is ilyen stigmatizáló, hogy ugye nagyon sokszor biztos azért kapta el, mert nagyon sok partnere van, vagy egyébként szerintem bármilyen nemi betegségről nagyon sokan ilyen azért is tabu téma, mert hogy szégyellik, nem merik megosztani még azzal sem, akivel muszáj lenne megosztani. Igen, és de mondom, amikor én ezt elkaptam 20-as évem elején, akkor nem volt erről Tehát én eléggé hipohonder vagyok egyébként. És, és azért kb. hát, amiket lehet így összeszedni, klamidiától kezdve bármi, ugye klamidia egyébként ritkább az is volt az életemben. Szóval, hogy... hogy a így, végre még mi minden kiderül. Hogy így, hogy így, hogy így néztem körbe, mik vannak, és a HPV-ről szó nem volt. Tehát, hogy, hogy, hogy ez valamiféle, nem tudom, egy ilyen ugyan a beszivárgó betegség lehetett abban az időben, hogy nem tudom, tehát valahogy így nem, nem, kommunikáltak erről, nem találtam erről semmilyen tartalmat annak idején. És uh, nem is tudom, hogy nekem ez van. Tehát, hogy, hogy, ez, hogy, ez, olyan szinten volt nekem friss, hogy hiába volt tünete, én nem tudtam, hogy az nem, ez egy betegségnek a tünete. Tehát azt hogy egy szemölcs, aztán majd nem tudom, majd levetettem valamikor. Tehát nem volt bennem olyan, hogy akkor ezt most nekem mindenképpen meg kell intéznem minél előbb orvossal, vagy még meg kell nézetem orvossal. Szóval, hogy, hogy, hogy hiába vagyunk felkészültebbek, és hiába van sokkal több lehetőség arra, hogy kommunikáljunk ezekről a dolgokról, és elégjük a fiatalok, és nem csak a fiatalok, hanem az idősebbek is egyébként beleesnek ebbe a, ebbe a, a helyzetbe. Figyelmét arra, hogy gumival, vagy pedig videkezzenek mindenféleképpen, valahogy továbbra is azt látom, hogy ez, hogy ez azért nem annyira gyakori, és inkább mennek a különböző vadulások a, a, az életükbe az embereknek. A szexualitás témakörök körül azért van nagyon sok tabu, nem csak a szexuális úton terjedő betegségek kapcsán, de akár az, hogy valakinek alacsonyabb a libidója, vagy éppen a libidója által nagyon vezérelt, és erről nem hogy nyilvánosan, hanem még így négy szem közt is sokan gátlásosak vagy nehezen beszélnek. És akkor kicsit behoznám azt a témát és a Kira Lordot is említetted, hogy pláne, hogyha valaki mondjuk ebben az iparákban dolgozik, vállaltan ebben az iparágban dolgozik, akkor az még inkább egy ilyen stigmatizáló dolog, hogy mondjuk nem ő is szerelmet keres, vagy ismerkedni szeretne. És uh, ugye a könyvedben eléggé uh, intenzíven foglalkozol uh, az árnyoldal bemutatásával, és szól nem csak arról, hogy, uh, hogy milyen uh, jó és csillogó egy uh, eszkort. Hát, sőt. sőt, hát uh, alapvetően ugye ez nem egy uh eszkorttankönyv, tankönyv, vagy nem egy ilyen eszkort képző tankönyv. A kiállánk is fontos, hogy azt mutassa be egyébként a fiatal lányok, akik olvassák ez, ezt a, ezt a könyvet, hogy ez nem követendő példa, és hogy nem való mindenkinek ez a dolog. Tehát, hogy a aki erre egyébként a könyvben elismeri, hogy ő szexmániás. Tehát, hogy ő ezeket a szituációkat sokszor élvezi is. De az eszkort, meg egyébként a felnőtt filmezés nem az élvezetről szól elsősorban. Tehát ahhoz, hogy, ez, valaki, vagy ebbe valaki a kedvét lejje, ahhoz kell egyfajta olyan libidó, vagy olyan szexmánia, ami ehhez hozzásegíti. Mert egyébként kínszenvedés is lehet ez a dolog. Tehát hiába látszik ez könnyű és gyors pénzkeresetnek, ez pokoli lehet azoknak, akik, akik nincsenek rá lelkileg felkészülve, és, és csak gyors pénzt akarnak keresni. Ráadásul ugye azt nem szabad elfelejteni, amit te is mondtál, hogy ahogy valaki elmegy um, egy felnőtt filmbe szerepelni, az az interneten most már örökre fennmarad konkrétan. Régen ugye azt mondogatták a szereplőknek, hogy csak külföldön fog megjelenni. Aha. Igen. Tehát ugye ez a, ez a netvilágában ez már, ez már nem működőképes. Um, és a, a prostitúció szempontjából is azért, tehát hogy tudjuk az emberekről, hogy hogyha felregisztrálják egy weboldalra magukat, akkor azok a képek megjelennek. Nyilván ezzel vissza is lehet élni, tehát nagyon sok olyan sztorit hallani, amikor valakinek a képével felregisztrálnak, nem is ő regisztrált, nem tudjuk, hogy mi a valóság valójában. Tehát, hogy, hogy ezek a stímek, ezek örökre ráírnak az emberekre, hogy az OnlyFans is egyébként ráír az emberekre. Tehát, hogy sok fiatal lány, és egyébként most több fiú is, abban nem gondol bele, hogy, hogy a net az nem felejt. Tehát az OnlyFans képeket lelopkodják, kifotózzák, felkerül más fórumokra, felkerül más, nem tudom, most egy hallom, hogy ilyen telegram csoportokban szokták ezeket a tartalmakat egymás között megosztani az emberek, hogy nekem mindenkinek előfizetnie kell, kell valakire, hanem egy-egy ember előfizet valakire, és akkor dobálják be a, a csoportba a különböző tartalmakat. Tehát ezek örökre megmaradnak, és ezekre örökre számolniuk kell. és és lehet, hogy, hogy akkor jó ötletnek tűnik, mert fiatal vagyok, és bohó, és hát engem nem zavar, hogyha látnak mesztelni, mert látnak szex közben, de azért lesz egy gyereke, lesz esetleg egy unokája, akiknek ezzel szembesülniük kell, hogy, hogy a, hogy a, a miket csinált. A kiara egyébként ilyen szempontból egyébként Hát hogy is mondjam, egyfelől lehet önzőnek tekinteni, másrészt elővigyázatosnak is lehet tekinteni. Ő például ugye a kötetés is benne van, hogy elkötette magát. Tehát, hogy ő nem tud teherbe esni ö, természetes úton, csak mesterséges úton, ugye nem szeretne gyereket. Egyrészt látja saját magáni nem tudja felvállalni a gyereknevelés, mint olyat, tehát, hogy nem alkalmas rá. Másrészt ö, nem is tenni ki a gyerekét annak, hogy, a, hogy az ő múltjával szembesítsék, és emiatt mondjuk ötszekálják az iskolába, vagy pedig a, a barátai, hát vagy a nem barátai a, a közösségből e, céltáblává tegyék. Hát igen, mert azért van nagyon sok olyan bőrönd, ami <laughs> elég masszív tud lenni, akár csak tényleg az internetes lábnyomunk az örökre ott marad, úgyhogy. És engem az a téma nagyon érdekel, hogy, hogy felnőtt vilmesztároknak a gyermekei hogyan tudják kezelni a, a helyzetet, úgyhogy tervezek is egy ilyen beszélgetést a jövőben. És akár ismerkedés, akár nyilvános szereplés kapcsán, van olyan, ami, amiről te sem szívesen beszélsz, vagy olyan, amit, amit, nem szívesen osztasz meg, akár magaddal kapcsolatban, akár a múltaddal kapcsolatban, ami, ami akár ilyen szégyen érzetet kelt benned, akár te magad is szégyelős vagy? Nem vagyok szégyelős, nem gondolom annak magamat, voltak, tehát hogy konkrétan a képeim is voltak, mert hogy nem látszott a lényeg, de hogy egyébként levetköztem kamera előtt, de nem vagyok lelkileg sem szégyenlős egyébként azt gondolom, hogy mindennek megvan a helye és az ideje, hogy mikor beszél róla az ember. Nekem is vannak az életemben olyan dolgok, amiről még nem beszéltem, ennek megvan a helye és ideje, mikor fog erről beszélni. De hogy, hogy az életemben nincs olyan, amit így szégyelnék. Még ezt egyiket már az általános iskolában elengedtem, ezt a ciki nem ciki kérdéskörét valahol. Tehát semmi nem ciki, tehát hogy minden egy, 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 adott pillanatnak a lenyomata, és az ember rögtön is tanul, tehát rögtön realizálhatja, hogy jó, ezt hülyeséget csináltam. De ez nem ciki. Tehát, hogyha az ember tudja ezt magába helyretenni, és tudja jól lereagálni, tudja jól uh, helyrehozni, tudja jól kompenzálni, akkor, uh, akkor semmi nem ciki, hanem csak egy, emberi ballépés, vagy egy emberi hülyeség, amit elkövetett, de hát ezt ki lehet javítani. Mindent ki lehet javítani. Jó, az emberről is nyilván nem lehet javítani, de hogy mindent ki lehet építeni az ember életébe javítani, és mindent lehet helyre tenni, és semmi nem elvágólagos és végleges. Ezt is egyébként mostanában tanultam meg, hogy, hogy hiába feszülsz össze egy másik emberrel, meg hiába veszel össze egy másik emberrel, a haragtartás az nem jó barát. Tehát, hogy, hogy igyekezni kell ezeket helyrehozni, ezeket a szituációkat is kikalapálni, és ezeket ezek helyrehozhatóak. Tehát, hogy, hogy nem igazán ismerek olyan embert az életemben, meg a környezetem olyan szituációt, ami egy ilyen örök életre szóló haragról tenne tanul bizonyságot. Ez inkább nekem ilyen könyves, meg filmes történet, meg inkább a régi időkre visszamenőleg történetek. De ugye a mai világban nem olyan láttam olyat, ami nem helyrehozható, vagy kikalapálható viszony. Mondtad, hogy magadat szoktad egy önostorozni, meg elemezgetni, és viszont másokkal szemben mennyire vagy kritikus. Azt már említetted, hogy párkapcsolatban neked fontos a külsőség is, és ránéz valakire, hogy legyen nagyon szép a külsője, de hogy, hogy, akár magánéletben, akár szakmai szempontból mennyire vagy egy, akár, akár nyíltan, akár nem nyíltan, csak magadban megfogalmazott kritikákat mennyire szoktál? Tehát, van egy ízlésvilága, amit nyilván végigfutatok magam, hogyha látok egy másik embert, vagy hallok egy másik ember lépéseiről, cselekedeteiről. Tehát, hogy megvan a véleményem róla, viszont engem nem érdekel, hogy ő ezt nem úgy csinálja. Tehát, hogy én el tudom fogadni azt, hogy valaki, valaki nem tudom én, nem úgy néz ki, hogy nekem mondjuk az ízlésemnek megfelel, vagy vagy nem, nem, nem úgy viselkedik, hogy az ízlésemnek megfelel. Most mondok egy példát a kiarával kapcsolatban, aki, amikor megismerte a a közönség, akkor egy telkarcsú, vöröshajú csaj volt, most pedig egy nagyon lefogyott, nagyon vékony szűkajú, egy ilyen csitrisebb formája van, bocs. És, és ezt meg is érzik sokan neki, face to face, és én soha nem tettem ezt meg. És nem azért nem tettem meg, mert hogy nekem nem lett volna úgy mondjuk egyedi vagy egyéniségileg oké, okay hanem egyszerűen elfogadom, hogy ő így érzi jól magát. És miközben van nekem ahhoz hozzá, hogy ő így érzi jól magát? Most az én ízlésem, miért kéne rátukmálom egy másik emberre, hogy figyelj, csináld vissza, mert ez így nem jó. Ő így érzi magát kereknek, egésznek, miért cseszegessem azért, mert hogy ő így, így van jól. Tehát, hogy én ezt nem, nem, nem érzem feladatomnak, és nem érzem úgy, hogy ezt nekem meg kell tennem a másik emberrel. És mindenkivel így van. Tehát, hogy azt, hogy én mit gondolok magamban, mondom, van egy ízlésvilága, miért ne gondolhatnék más, mint amit ő gondol. Tehát nem kell mindenkit elfogadnom. El kell fogadnom, hogy ő így gondolja, de hogy nekem nem kell azzal egyetértenem saját magammal, hogy ő így gondolja. De azt, azt adnom kell, hogy ő így érzi magát jól, így, így gondolja jónak a lépéseit. Az elfogadás szerintem itt egy kicsikét az emberfébe csorpult. az elfogadás szerintem nem azt jelenti, hogy a, hogy a, hogy a másikkal mindig egyetértesz és mindig azonos álláspontom, vagy arról szól, hogy te magadban azt elfogadod, hogy ő másképp gondolkozik, mint te gondolkozol. Nem? De. Nem csak egy csomó beszéltem, ezt félreérti. Tehát, hogy azt gondolják, hogy az elfogadás arról szól, hogy neked egyet kell érteni mindenkivel. De nem, ez nem, nem, nem erről szól. A könyveidben azért eléggé masszívan jelen van a szexualitás, és hogy ha regényben Mindig van, ez a Igen, de, de mit fogok kanyarodni? Ja, jó, oké. Okay. Pont azért el akartam átvezetni. Már itt az elfogadásról beszélek, nem tudom, a szexualitás. Mint hogyha magamat hallanám, tudom. <laughs> nem fogod, de lesz a de. Szóval, hogy, hogy csak az, tehát ez igazából eléggé uh, erőteljesen jelen van a karaktereid életében. Most legyen szó regényről, vagy akár uh, a erről szóló uh, könyvben, hát az ő életében is, ahogy, ahogy említetted. Viszont hogy nálad ez ennyire nincs fókuszban. És akkor mi az oka mégis annak, hogy mindig ezt a Témakört erőteljesen beviszed az alkotásaidba. Nyilván ez egy zsanra is szóval, hogy így adja magát, hogy az eladási számok bizonyítják, hogy eléggé bejön ez a vonal, meg sikeres is vagy benne, de hogy biztos van ennek is egy oka, hogy te mindig ehhez kanyarodsz vissza. Látszik, hogy nem én olvasol tőlem regényeket. <laughs> az a helyzet, hogy a szexualitás nálam nem egy, tehát, hogy oké, okay, rástörték a regényeimre egy ilyen erotikus regények, de ezek nem klasszikus értelmevő erotikus regények. Szóval, hogy itt nem folyik minden oldalon különböző testnedv, ahogy ezt az emberek hát, elképzelik mondjuk, sokszor. Mondjuk, egyébként, bocsánat, itt óvást intéznék, szóval, hogy így azt kell, hogy mondjam, hogy amikor olvastam regényet, akkor nekem az volt a benyomásom, hogy azért nekem nem azt mondom, hogy erotikus regény, hogy minden oldalon az van, de azért, amikor szexualitásra van szó, vagy szexuális interakcióra van szó, akkor, akkor azért eléggé, eléggé részletesen szerszínű. van leírva, és egyébként olvasóként egy ilyen szexi benyomás hogy ahogy olvasom, akkor nekem onnantól kezdve az már, az már akkor így beleik hmm. abba a kategóriába. Értelek. Azt szoktam rá mondani hogy egy modern romantikus regények, hogy nem állok meg a csóknál, le van írva a szex is benne, de nekem az erotikus regény az az, amikor a, a szex van középpontban egy történetben. Tehát, hogy, a, hogy konkrétan csak a, a szex körül forog az egész cselekmény, a karakterek csak a szexre gondolnak egymással, mikor bújnak el és mit csinálnak egymással. Nálam van egy évkezett cselekmény, ami zajlik a regényben, és mellette, amikor megismerkedik a kettő karakter, akkor nyilván a kémiából adódóan gyakran, össze melegednek egymással. egyébként az is gyakran, hát mint én azt szoktam csinálni egyébként számokat, hogy nagyjából magamban matekozom, hogy akkor ilyen három fejezetenként legyen a szexi rendet, vagy valami szexis dolog, nem feltétlenül egy ilyen hatalmas nagy csürdünkölös dolog, hanem, hanem egy kicsit egy ilyen, ilyen, romantikusabb, kicsikét visszafogottabb, lehet, hogy csak, hogy csak egy kis petting férbe, nem tudom, tehát hogy én nagyjából így próbálom a sztoriba elhelyezni, mi az az egészséges határ, amikor elhihető elhi is, hogy mondjuk kettő éppen frissen megismerkedett ember, vagy éppen nem régen megismerkedett ember, vagy éppen egy másik egy lángoló ember összebújik egymással, és mi az, ami már hiteltelen, vagy pedig már egy ilyen regényes túlzás a dolognak, hogy akkor egyfolytában is mindenhol és éjjel-nappal. A Szigor trilógiánál ott ugye van egy, egy politikai közegben játszódó, nem politizáló, de hogy egy, egy hatalmi játszma, ki kikerül hatalomra, ki hogyan okoskodik, hogyan, hogyan tudja kommunikálni a saját érdekeit, tehát ott van egy egy olyan sztori, amiben belekapcsolódik a szerelmi szál. De például a legújabb a című regényemnél, ami egy sorozat első része, ott például egy család múltja tárul fel az olvasó elé, majd részről részre, és az arról írok, hogy a, hogy a gyerekek hogyan cipelik a szülőknek a, a terheit az életükbe. És ez a két, két családból az egy-egy gyereke a... a az egyik család fia, a másiknak a lánya, az a való vagy, vagy a, jelenben szerelembe kerül egymásra, vagy hát egy ilyen, így ilyen kapcsolatba, ott van nyilván szexualitás, de hogy ott a múlt kibogozása a fő szempont, és nem a, nem a szexen van a hangsúly. Tehát, hogy, hogy nem soha nem volt az, amiket, mint amiket én olvastam ilyen típusú regényeket angol száz területről, hogy ott tényleg csak a szexről volt szó, és tényleg minden oldalon folyt mindenféle testnedv. Én ilyet nem tudok írni, és nem is akarok ilyet írni, mert ez engem nem érdekel. Tehát az, hogy egy sztoriba, ami alapvetően szól valamiről, múltról, jelenről, hatalomról, egy szituációról, egy olyan, 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 olyan helyzetről, ami, ami számomra érdekes, és történet szempontjából érdekes, hogy abban néha van szexualitás, ez szerintem tök oké. Okay. És azért mondom, hogy azért mondom, hogy modern romantikus, meg nem áll meg a csóknál, hanem tovább megy, és többet láttat, vagy enged láttatni a, a, a szexualitásból. Vagy ez szerintem 2023-ban, vagy 24 ben most már nem, nem ördögtől való. Tehát, hogy vagyunk annyira felvilágosultak és nyíltak, hogy, hogy aki ilyen típusú tartalmat szeretne olvasni, az miért nem olvashatná, és miért kéne mondjuk ezért megbélyegezni. Mert ez hozzá kell tenni, hogy azért eléggé a kultúrsznop közeg például eléggé megbélyegzi azokat, a, azokat az embereket, akik könyvként ilyen típusú spice regényeket olvasnak. Tehát, hogy, a, hogy az ostobázástól kezdve a butázásig mindent megkapnak ezek az olvasók, és nagyon büszke vagyok rájuk, hogy ez nem hat rájuk, hanem elengedik a fülük mellett ezeket a megszólásokat, mert, mert az, hogy ez nyilvánosan megtörténik, vagy pedig így kommentek megtörténik, vagy egyébként beszélgetésen megtörténik, ez szerintem nagyon alávaló dolog, és pont egy olyan közektől hangzik el, ez a fajta kritika, ez a fajta lenézés, akik meg az egymás elfogadása mellett kampányolnak egyfolytában. Tehát, hogy nekem ez egy elég rendes képmutatás, de hát nem tudok mást, mint mosolyogni ezen. Hogy te is említett, főleg a beszélgetés elején is behoztad, hogy azért te is figyelsz arra, hogy oké, okay, hogy vannak ilyen spicy oldalak, ahol, ahol intimitásról, meg szexualitásról is van szó, de azért minden, minden regénynek, meg regény sorozatnak azért van, van komolyabb a vagy ilyen komplexitása, akár az, hogy a karakter valamilyen sokszínűségi képviselő, ez is szerintem egy, 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 fontos dolog, és nekem az is nagyon tetszik, hogy, hogy azért többé kevésbé mindig sorozatokban gondolkozhatunk, ami, 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 szerintem ad egy ilyen várakozás tudatot az olvasóknak, mert hát ez látszik amúgy, hogy bejön, tehát hogy, hogy, azért tényleg nem, nem hazudnak az eladási adatok, szóval az látszik, hogy bejön, viszont egy kicsit arról is beszélgessünk még, hogy hogy ahogy említetted, igen, hogy van egy ilyen pejoratív, vagy ilyen lenéző pecsét, amit az ilyen ponyvásított. Szerintem, már a roman... Szerintem nem, csak, nem csak az erotikus, hanem már, a... már, maga a romantikus regények is kapnak egy ilyen, vagy ilyen a krimi is, meg igen. minden. Tehát ami, szóval mindenki szórakoztató a... irodalom, az minden kap. És van a kettő között a legtűr, ami, ami egy kicsikét már szép irodalom, egy kicsikét szórakoztató, az egy kicsit már megtűrtebb és hogy ha jól tudom, akkor pont ezért, mert hogy azt érzett, hogy a szórakoztató irodalom az, az hazánkban lené, kicsit lenézettebb műfaj, ezért alapította a saját kiadót. Ez is benne van, igen, meg az is benne volt, hogy egy hogy picikét, tehát, hogy én olyan típusú ember vagyok, aki szeret minden kézben tartani, és mindent mindent kontrollálni, erről őket le kell szoknom Analizálni hosszú távon. Analizálni magadat, hát, elemezgetni. Igen. El, elemezgetni. de hogy egyébként az, hogy hogy az a tapasztalat, hogy amit én nem csinálok meg, az nincsen megcsinálva, ezt uh, valahogy uh, meg kell uh, magamban uh, harcolni, mert hogy nem tudok osztódással szaporodni sajnos, jól próbálkozom az életemben, hogy, hogy több legyen belőlem, és több munkát el tudjak végezni, egyszerűen nekem is vannak korlátjaim. És annyi fajta féle dolgot csinálok a, 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 mindennapjaimban, akár a podcast tartalomgyártást, akár a könyvírást, akár a könyvkiadó, ami, tehát hogy a könyvkiadás az egy Racionális dolog, számokra támaszkodik, valóságra támaszkodik, a regényírás meg egy fikció, ami egy elszállt lilakötben zajlik, és ezt a kettőt már, már nehéz, és akkor emellett még podcastet szervezni, podcastet legyártani, podcastet vágni, még egy valósághű valamit, tehát hogy ki a valóságban, meg a fikcióból, meg, a, meg az agyam különböző szegmenseit próbálom eh, egyszerre mozgatni, és ezek nagyon lefárasztanak egyébként. Tehát, hogy ezek nem is gondolná szerintem az átlag ember, hogy, hogy, vagy a hétközi munkát végző ember, hogy, hogy mennyire nehéz szellemi tevékenységet folytatni, és mennyire fárasztó annak ellenére, hogy nem egész nap téglát pakolgatunk, és, és építkezünk mondjuk egy, egy építkezésen az is leterhelő, csak másképpen a mentális terheltség egy ilyen teljes, nem tudom, ájulásig elfogyó fájdalmat, ó, fájdalmat, fáradtságot okoz az embernek az életében. Ügyhogy, úgyhogy, sok felé kell figyelni, sok dolgot kell csinálni, de megharcolok vele. A kiadó is egy olyan dolog, hogy, hogy úgy éreztem az előző kiadóimnál, hogy mint hogyha inkább egy picikét húztak volna a szép felé, és egy kicsikét, mint hogy hagyták volna a szórakoztatót magára, és úgy voltak vele, hogy, hogy, a szerzőnek a népszerűsége, a szerzőnek a, a PR tevékenysége, a social media tervék tevékenysége majd hozza az eladásokat. Csak úgy voltam vele, hogy ezt lehet, hogy én is meg tudom csinálni a könyvkiadás részét úgyhogy kiváltam és alapítottam egy saját kiadót, ugye Dopamina neve a kiadónak. Most még csak saját regényeket jelentettem meg, illetve a Kiara könyved, ami ugye egy report könyv, de a hosszú távon tervezem, hogy más köteteket is meg fogok majd jelentetni. Egyrészt magyar szerzőktől, másrészt meg külföldi szerzőktől is szeretnék. Ez egy építkezés a, a könyvkiadó ö, élete, vagy annak a, annak a fejlesztése. Nem akarok semmiképpen hirtelen beleugrani sok dologba a kiadóval kapcsolatban, mert láttam már rossz példákat, akik nagyon gyorsan akartak nagyon nagyra nőni, aztán nagyon nagy bukás lett a vége annak a történetnek. Lépésről lépésre szépen építkezve, lassabban építkezve, viszont biztosabb alapokra helyezni a kiadónak a létezését. És a kiadó egy picikét nekem olyan a jövőmre Nézve egy ilyen nyugdíjas állásnak tervezendő valami. Tehát, hogy amikor már nem akarok annyira tombolni, és annyira új dolgokat kipróbálni és tesztelgetni saját magamat különböző területeken, akkor így el kiadózgatok el, a kis kiadómat majd nyugalomban a háttérben. Tehát, hogy a kiadónak a nagy felfutását én ilyen 50 éves korom környékére tervezem, amikor már így, nem tudom, lehet majd már utazgatni, bejárni a világot, és akkor online csinálgatom a kis dolgaimat, és nem éppen, nem tudom, podcastot akarok gyártani ilyen nappal és vágni a, a, a videókat, hanem egy kicsit ilyen nyugiba elévet szólni, és akkor mellette csinálni. Így a beszélgetés végére pont az lett volna a kérdés, ami szerintem keretbe is foglalja, ahonnan kezdtünk a podcastottól a Levente klubjában, ahol nagyon sok elfogadással, esélyegyenlőséggel kapcsolatos témát behozol, és pont az lett volna a kérdés, hogy a kiadóban tervezed -e majd, hogy ezeket a történeteket akár a saját tollatból, mint ahogy egyébként például a Kira Lord sztoriával is megtetted, akár úgy, hogy felkarolsz olyan kezdő vagy tehetséges feltörekvő írókat, akiknek a sztoriát és akár egy sokszínű történetet be tudod mutatni. Ez szerve van akkor. Tervezem, igen, meg keresem a vendégeim között is, hogy ki az, akinek lehetnek könyvet csinálni, akinek a sztoria olyan mély, olyan erős, olyan, olyan tartalmú, ami, ami érdekelheti könyv formában az embereket. Van is egy-kettő ötletem egyébként, de emellett volt egy másik projektem, amikor a a követőim közül mesélték el néhányan a történetüket, és abból csináltam ilyen rövidebb könyv formátumot. Ezt szeretném felpővíteni könyvre, tehát keresek több ilyen sztorit, amiket, amiket elmesélnek a, 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 követőim, és akkor azokból, azokból összehozok egy ilyen igaz történetek sorozatot, tulajdonképpen papírkönyv formában is. Illetve igen, keresek fiatal szerzőket, meg tehetségeket, csak nagyon fura ez az egész írói kör, mert mert aki elkezd írni, annyira kötődik a történetéhez, hogy nagyon magáénak érzi azt a sztorit. Viszont nagyon kevés olyan szerző van, akinek a könyvéhez nem kell hozzányúlni, és nem kell szerkesztésileg, vagy kéziratfejlesztésileg belenyúlni, viszont ezt nagyon rosszul viselik, hogyha ez megtörténik. Még úgy is, hogy tudják, hogy én ezen végigmentem ezen a folyamaton. Tehát, hogy, hogy van olyan, akivel dolgoz? már a kéziratán, és próbáltunk együtt építeni valamit, de nem működött, mert úgy érezte, hogy én hozzászóltam az ő művéhez, és mondtam véleményt, és kértem abban változtatást. Nem azt kértem, az egészet írja át, és változtassa meg, hanem felvetettem neki szempontokat, amik szerintem relevánsak, és be is látta, hogy releváns, kértem, hogy azokat változtassa meg, és ahelyett, hogy azokat megváltoztatta volna, az egészet átírta, és ott egy új ötlettel, tehát hogy mindenképpen azt akarta, hogy rajtam cson nélkül átmenjen a sztori. De mi nem így ültünk le egymással, tehát mi úgy ültünk le egymással, hogy ott fogunk fejleszteni közösen, és együtt fogunk dolgozni az ő történetén, és én próbálom őt terelgetni felé, hogy abból a sikerkönyv lehessen. Nem garancia, hogy az lesz belőle, mert nem tudom, én az én is ebben sincs ott a bölcsek köve, de nekem van egy tapasztalatom, van egy tudásom, amit hozzá tudok adni az ő könyvéhez a regényéhez, de hogyha ezt nem hallgatja meg és nem fogadja el, akkor nagyon ezen tudok együtt dolgozni, mert mondom, kevés olyan van, biztos van, és nem kételkedek abban, hogy találnék olyat, vagy hosszú távon találok majd olyat, akik a kéziratához nem kell hozzányúlni fejlesztés szempontjából, de azért ez tényleg egy olyan aranymosás, hogy, hogy, megtaláljuk azt, a, azt az illetőt, aki, aki teljesen oké. Okay. Az ennyi is hozzá kellett nyúlni. Tehát, hogy az én regényem sem voltak az elején kiadásra alkalmasak, hanem tényleg kellett velük dolgozni, kellett fejleszteni a szöveget. Tehát, hogy ez nem, nem jelenti azt, hogy ők kevesebbek vagy rosszabbak, hanem azt jelenti, hogy ez egy ilyen munka, egy ilyen, 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 ilyen szakma, ahol az elején a büszkeségből lejjebb kell adni ahhoz, hogy tudja érvényesülni. De egyébként tervezek podcastben is mást csinálni, tehát hogy már elkezdtem szervezni egy olyan, olyan sorozatot podcastben, ami a Levente Klubjától teljesen különálló projekt, és csak egyébként hanganyag, pontosan azért, mert Szilvia fognak benne mesélni, és hát tabu tém egy olyan témáról, ami nem úgy tabu, hanem még, még talán kellemetlen is róla beszélnie az embernek, vagy nehéz róla beszélnie, főleg kamerák előtt. Szüzességelvesztés sztorikat fogok majd, majd meghallgatni különböző fajta, féle eseteket, és ezeket pedig a végén egy, egy megbeszéljük, hogy aki még nem veszítette el a szüzességét, az mire figyeljen egy ilyen szituációban, vagy miért kerülje el azt, vagy miért nem az a legideálisabb a, a, megoldáshoz. Aki meg hasonlóképpen veszítette el, arra meg milyen hatással lehetett a, a felnövésére, a jelenlegi életére az a történet, vagy a hasonló történet, és hogyan lehet azokat a kis rögöket az életünkből esetleg ki e, seperni vagy azokat a kis e, izomcsomókat kimaszírozgatni, amik hátáltatnak minket az életünkben. Úgyhogy van egy ilyen projekt is, amit nagyon szeretném megvalósítani, és amin egyébként dolgozom. De nagyon izgalmasan hangzik, mint ahogy a többi projekted is, úgyhogy én csak így a beszélgetés végére azt kívánom, hogy még sok Elfogadásért képes legyél küzdeni, és akár podcastban, akár könyvben, akár más írókkal együtt dolgozva, akár külön podcast projektekben még sokat hallhassunk ezekből a sztorikból. Úgyhogy köszönöm szépen a beszélgetést! Hát én köszönöm a lehetőséget!